Hogy is mondtam? Igen, ez bal oldalt játszik az a Broom csapata, jobb oldalt pedig ugye a Shaolin Monkeys. Az első tiltás, és majd az első választás lehetőség ugye így érkezik a Broom csapatához, és hogy erre tud majd reagálni valamilyen szinten Shaolin Monkeys. Van egy Jarvan és egy Kalista tiltásunk, eddig mint az első, ezt túlságosan messzire nem is mentünk volna. Mi érdekes, hogy a Jarvan nem csak solo queue-ben, hanem ugye már valamilyen szinten egy-két játékos, aki rá van úgymond specializálódva, azt akarta mondani, ugye erre bizonyos karakterre azt önmagában inkább megfosztják tőle LCS-ben. Itt viszont ugye valószínűleg a játékosok egymást még túlságosan nem ismerik, hogy úgymond célpontra érkezzen valamilyen tiltás, inkább nem akarnak Jarvannal számolni egyik oldalról sem. Cassiopeia és RBI következő tiltás, és jelen pillanat még a Broom csapat a legutolsó tiltása után majd fog rá válaszolni a Shaolin Monkeys Leona. Leona jön tiltásnak, tavaly nagyon-nagyon sokat filóztunk azon, hogy ír-e egy tiltást az a bizonyos Leona tiltás, vagy nem. Én úgy gondolom, most MS szent esetben most már lehet azt mondani, hogy talán ér. Ér egyet, ugye ettől félre a thresh az benn van. Ugye az, hogy valaki ilyen Hillsong lelki támaszpontjait ötvözve, és ugye ezzel, mint a tanultam volna egy új szót, amúgy úgy érzem. Na mindegy, szóval, hogyha Hillsong lépését szeretné valaki úton módon úgymond elhozni és megpróbálni szinte ugyanazt tanúsítani, akkor a lehetőség az adott, például a Thresh az kim van, Grace pedig azonnal érkezik a Broom csapatától gondolkodás nélkül, viszont ugye ben van Gnar, ben van Kassadin, ben van konkrétan ugyanúgy még Vi is, Rek'Sai is, még azért a választási lehetőség elég nagy. Van bizony, és ugye Gnart hozza el magának, akkor a Vroom csapata első választásként, amire érkezik egy Thresh. Ez azt jelenti, hogy adott esetben még a... Én nem igazán tudom egyébként tényleg, hogy mennyire lehet most majd az LCS meccsekhez hasonlítani a dolgokat. Ugye kapásból érkezik egy Y jungle, amit elég ritkán láthattunk még eddig, tehát olyan favoritok, úgymond, mint adott esetben a Nidalee és a Rengar még mindig elérhetőek. Thresh-re reagálva pedig, hogyha jól látom, akkor ez ugye még nem egy DJ, te érkezik Sona. Érkezik Sona, és ugye Thresh-ről annyit dumáltam, amit csak behozta ugye a Shaolin Monkeys csapata, és ugye akkor a lövészek. Ugye a Grace már bele valamilyen szinten biztos isten válaszva, és az tuti, hogy marad. Ugye erre ugyanúgy válaszolik egy hasonló képesítésű lövészel, aki ugye viszonylag hamar, hogy az ősvényen szabadon lehet hagyni, és el lehet belőle nyugodtan vándorolni, mint pedig Thresh-sel, mint pedig Sona-val. Sona önmagában ulti nélkül kevésbé hatékony, mint mondjuk egy Thresh, de alapvetően ő is nyugodtan elmehet más ősvényjátékosát támogatni. Érkezik ugye Gnar a felső ősvényre, tehát azzal ellentétben, ahogy ugye ezt már megszokhattuk, hogy a csapatok a felső ősvényes karaktereket ugye részesítik előnyben, amikor választanak. Most azt láthatjuk, hogy egy Lissandra és egy Cassiopeia esetlegesen érkezett ugye tiltásként a felső ösvényre, de még így sem nyúlt egyik csapat sem ehhez az ösvényhez. Először ugye már láthatjuk majd a vrummosok viszik Gnart, ellenfelére azonban még mindig várni kell, ugyanis ezt hagyja utoljára imáron a Shaolin Monkeys. Nidalee érkezik ugye közben, aki szinte 100%-a merni mondani, hogy Vi nem fog felső ösvényre érkezni, bár valamilyen szinten végig is működhet, de az 1000%-a, hogy az erdőbe fog majd elmenni Vi. Régen láttuk már Vi választás, ugye LCS még abszolút nem, és tavaly is mondjuk a legutolsó emlékek alapján nem volt túlságosan agyon válaszva a Vi, vagy a Vi, vagy a római hatos jungle-nek igazából a kihozása, és most megtörténik, és ugye ahogy mondtad is rá is kell térni, hogy a válasz most jön majd ugye a Broom csapatától, hogy mit hoz a jungle-be, és igazából a Szeszcsorani teljesen jól működhet a Vi-re válaszolva, ugyanis megvan valamilyen szerint ez a plusz válasz, hogyha Vi becsúszik, tömeges kábításra lehet majd válaszolni a Szeszcsorani-nak. Lehet bizony, és az a kérdés akkor, hogy milyen kompozícióval fejezi be felállását majd most ugye a Shaolin Monkeys, ugyanis minden megvan már, csak a felső ösvényre várunk egy választ, eddig Gnarra ugye megoldásként Maokai nem volt megfelelő. Amivel eddig meg lehetett őt oldani a felső ösvényen, az volt Sion, az volt adott esetben ugye Cassiopeia, vagy az Irelia is, amin ugye Hydratek végig futtatta már az egerét, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz a végső választás.
Van erre 20, alig 15 másodperc, ugye. Viszont akkor ugye Pete, pontosan Pete kifogja a legközés, és jön hatta szinte Holt biztos ugye, mint mágus karaktert játszol az a Nidalival, pont annap volt a nekünk is kellemes élményeink Nidalival, ugye mikor még hazajöttünk mi kicsikét játszani. Ha megszalad Nidali, akkor a hidegháborút lehet nyugodtan ugye kezdeményezni, de mint V, mint pedig ugye most utolsó választásként érkező Irillia nem arról híres, hogy szeret tisztes távolságot tartani, hanem inkább a gangbang-bang, bemenni a fight kellős közepével. Mitratek ugye végül Irelia-ra visszavált, ami azt jelenti, hogy kialakultak immáron a végső felállások, és azt láthatjuk majd, hogy ugye az alsó ösvényen Sona és Graves párosa ellen Thresh Corki érkezik a középső ösvényen, Orianna mérheti össze a tudását, ezek szerint egy Nidalival, tehát Nidali középső ösvényt azt én úgy gondolom, hogy még az idei LCS során sem láthattunk, nagyon kíváncsi vagyok rá, főleg, hogy milyen tárgyakkal fogja felvértezni magát, majd ugye Kirkwood, már hogyha a cserék ugye megtörténnek. Bocsánat, ugye Pete, nem tudom miért akartam minden áron, hogy cseréljenek a játékosok, itt nem vannak rákényszerítve, hogy sorrendbe álljanak igen. fel, tehát akkor Pete jön középre és Kirkwood a lövész. Így van, és ugye most ebben a szent pillanatban már olyan régen láttunk 3 perces Mátyást, és ugye így, hogy otthonról streamelünk is, nem egy adott torment kliensen történő játékot követünk, így a Riot beépített, úgymond játéki védelmezőjeként alapvetően 3 perces türelmi időt pakolt bele, mihelyest ugye minden egyes karakter és játékos ki lett válaszol, és már a betöltő fázisban járnak ők, viszont minden egyes ember, köztük mi is, aki spectate-be jön, köteles kivárni 3 perces türelmi időt, ezt tudtuk általában valami őrületes nagy badarsággal eltölteni, vagy pedig mehet valamilyen... reklám. Vagy mehet a reklám. Mit reklámozunk, Arvil? Akkor beszéljünk a fesztiválról. Kicsikét. Mindig a babakenőcsöket részesítettem előnyben, nincs valami jó kis babakenőcs reklámunk. Ugye, babakenőcs reklámunk nincsen, de azt nyugodtan reklámozhatjuk, hogy tényleg egy férfinek az alapvető tárgy felszerelkezései ahhoz, hogy mindig is mindenféle formában ne legyen bajban, az kézkrém és zsebkendő. Tehát bármikor bármilyen probléma van, az mindig segít. Ez jó reklám volt? Ezzel mindent meg lehet oldani, mindent. Ugye gondolom elsősorban a fejpolírozásra. Így van. Csak is kizárólag arra. Így van. Ugye másfél perc van még hátra, és akkor az idéző képességek azok, amikről még nem ejtettünk ugye különösebb szót, teljesen tükörképei egymásnak, egyetlen egy ösvényt leszámítva a játékosok, ugyanis a középső ösvényen Nidali egy gyógyítással fog operálni, amíg ugye ellenfele Jesperon, remélem így kell kiejteni, kedves játékosunk a nevedet, ugye égetést hozott Oriannára. A felső ösvényre pedig ugye várató is volt, hogy minden egyes illető, aki följön a felső ösvényre, ugye azt a bizonyos külön dimenzióba belépést meglépve szükséges ugye a teleport kihozása. Ezzel ugye én, ha csacsi szavaival élve, a Gnarra az egyik legjobb választás talán az Irelia. Ugye ezt az LCS-ben is láttuk például tőle, és Hydratednek hívig is van lehetősége ugye a Ryo MVP-t valamilyen úton módon megfogni, de az ő igazán kikerekedő játékuk az majd akkor fog megtörténni, amikor valamilyen szinten bedurranak valamelyik csapatküzdelembe, vagy pedig az első pár sárkány hívásánál lehet majd érkezniük. Ugye azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy Gnar az esetek nagyon nagy többségében simán meg tudja nyerni a felső ösvényt. Ahogy te is mondtad, Irelia talán az egyik olyan karakter, akinek van esélye ellene. De ezt úgy kell ugye mindenképpen érteni, hogy ez teljesen a játékosoknak az egyéni ügyességén és tudásán múlik. Tehát önmagában az, hogy Ireliának van lehetősége megölni egy Gnárt, ez nem jelenti azt, hogy meg is tudja ezt tenni, ugye Gnárnál van továbbra is, mindig Gnár formában az alaptámadásoknak a távolsági előnye, és hogyha ezt megfelelően sikerül kamatoztatni, akkor ez az Irelia sem fog labdában rúgni, de tény, egy olyan karakterről beszélünk, ami hogyha hibázik Gnár, azt halállal tudja büntetni. És ebben szerintem mi is elkezdünk tölteni majd játékba, hogyha a kliensem is úgy szeretné ezt valamilyen úton, módon, na azért mondom,
Na, nehezen töltött tovább, hogy MS Centipede a mi is most már megyénben a játékban. Azt fogja tükrözni, hogy a játékosok már 3 perce játszanak, már 3 perce ezt a képernyőt ők látták, mi pedig utólagosan csatlakozunk fel rájuk, de minden egyes idő, hogyha valaki később töltött be, akkor is meg kell várnunk, viszont viszont mindenki elég hamar egész jó masinával rendelkezve töltünk be az első játékunkra. Én már most feltök egy overlay-t azért, hogy a plastikázás gyorsan elvégezzem ugye a játszó csapatokon, már pedig a kliensem az még nem akar annyira fölfogni magát, hogy itt van bent a játékba, de reménykedek benne, hogy előbb-utóbb azt mondja, hogy ámen. Ugye még egyszer a baloldali csapatunk az nem más, mint a Brum, BRM, pontosabban a... Mégse Brum. Hát lehet Vroom is. B-vel lett végül? BR, tehát BRM a sortegük, ez biztos. Ja, jó. Jó. És ugye a Shaolin Monk közben pedig ugye SHM, ha minden igaz. És ugye ezt a sorteget ők is megkapják. BU1-re van szó, tehát a mellette levő pontszám senkit ne zavarja, meg ki is veszem. Nem szükséges, egyetlen egy meccs alatt fog eldőlni minden egyes lépéssel a csapatnak. Chat pedig ugye, sajnos ugye, folyamatosan újra és újra bejön, hiába kapcsolja ki az ember, az Overly minden nem szükséges dolgot kitakar, tehát úgymond nyugodt szíven lehet nézni a meccse. Közben az első húzáson Alien tössze Wayre is, ilyen mikrovód, aki próbál erre még válaszolni, ez önmagában kevés, de alapvetően a találkozót így le kell, hogy fújja a Shaolin Monkeys. Azt mindenképpen látszott, hogy ugye megpróbáltak a Shaolin Monkeys játékosai mind az öt játékosukkal ilyen dárdahegy formában betörni az ellenfél oldalára, viszont ez nem sikerült, ugye a terv meghiúsult, amit mindenképpen érdemes kiemelni. Az, hogy mind a két támogató játékosnál van mana ital, ráadásul Sonánál 2 darab is, ami azt jelenti, hogy ők berendezkedtek arra, hogy az első szinten nem feltétlen fognak ugye belemászni az ellenfél arcába, hanem szépen megvárják a kettest, amikor már Sona gyógyítani is tud, és egyszerűen kihasználják azt a tényt, hogy ugye Fresh nem tudja sem magát, sem pedig a társát gyógyítani csak és kizárólag, amikor az ereklye pajzsnak elérhető egy vagy két jelzője, és előbb-utóbb, ugyanúgy, ahogy ezt egyébként Namival szokták az alsó ösvényen a duók, egyszerűen a fejére fognak nőni ellenfelüknek. És egy kicsikét az a kellemes még itt először, elsősorban hozzád címezve ezt a mondatot, hogy milyen jó, hogy mindent meg tudunk nézni a kliensben, mi most történik. Azért ez mindig is óriási kényelem, hogy mind ugye a stackekre rá tudunk nézni. Nemes egyszerűsége, mi váltjuk ugye a képernyőt, hogyha nagyon muszáj és el kell váltani a directed kameráról, ugye az MLP, az item neveken is ugye tudunk nyugodtan nézelődni, hogy mi készül, és bármikor rá tudunk nézni aktuális játékosok arany mennyiségére, szóval ez egy kicsit kényelmesebb lesz talán. Ennek köszönhetően azért tényleg ugye a magyar szempontjából mindenképpen könnyebbségünk van, hidroteket lehet látni, ahogy az acélugrást fejlesztette ki ugye egy-egy szinten, és ezzel próbál amennyire csak lehet biztonságos távolságban maradni Gnártól, és mégis elhozni. Ugye a minionokat láthatjuk, hogy kristályflaska van nálad, tehát teljesen tisztában van vele, hogy alárendelt szerepet játszik, nagyjából a 4-es, 5-ös szint környékén, ahol Gnár már magabiztosabban büntethető, ha visszaalakul. Továbbra se felejtsük el, hogy a Mega Gnár nem akarja megcsúcsálni Irelia. Így van, ugye közben ugye még azzal is szembesülni kell, hogy a plastikázás mellett ugye a karaktereket össze kell húzni, ugyanis nem a választási sorrendben voltak a játékosok a bajnak választási fázisban. Úgymond a kötelességet nem kell követni, így nekünk manuálisan kell ugye összehúzogatni a játékos egymással szemben, miközben Irelia is ugye Ryo MVP találkozik egymással. Ez a puszigatás végig meg fog maradni. A kérdés az, hogy milyen szinten sikerül majd egymással szemben ellúrni farmolás technikai ügyileg, viszont jelen pillanatban azt mondjuk a felső ösvény kiegyenlítődött. Kicsikét ugye Sonának köszönhetően, a Sona kezdeti agresszivitásának köszönhetően, és folyamatos pókjának köszönhetően igenis rá tudja tolni valamilyen szinten Corkét Thresh ösvényét teljes mértékben egészen a toronyig. Most itt ugye azt is láthatjuk, hogy a felső ösvényen Gnár az, aki a tornya alá tolja a minionjait egészen Irelianak, és Irelianak megint csak az acélugrás miatt a torony alatt farmolni sincsen különösebb problémája. Kérdés, hogy meddig bírja majd. Pint jól cserél Oriannál. Valamíg a Dárnavas belül közben Gasparon, hogy a égetés nincsen petén, tehát nem tudja befejezni az Oriannál. Orianna pedig égetésre jött ki, nem pedig barrierrel, ami kicsit nekem meglepő most jelen pillanatban egy Nidalee ellen. Igazából teljesen egyértelműen arra épít Orianna, ugyanúgy, ahogy a Gnárral, Sejuanival és Sonával kiegészült teljes Vroom kombó, hogy
hogy nem az ösvényt fogja megnyerni Nidalee ellen Orianna, ez teljesen egyértelműen látszik. De abban a pillanatban, hogy sikerül akár Sejuani-nak több embert kábítania, egy olyan kompozíciót rakott össze a Vroom, amik, hogyha egymásra építik a sebzést és a CC-t, abban nem csak, hogy Nidalee, de én megkockáztatom, hogy Vi és Irelia is bele fog halni. Így van, közben ugye Megagnar formában már Ryo MVP jóval magabiztosan lépett ugye Irelia közelébe. Csapdával lépett bele már ugye az előbb Sway a középső ösvény fele, és érdekesek azt, hogy még mindig próbálkozott Nidalee-re valamilyen szinten rajta ütést, rajta is egy kérvényt benyújtani, de nem sikerült még. Vi is ott ólálkodik, ugye még az első rajtaütések a Zsangásra nem voltak meg. Gnarhoz térnék vissza, hogy neki az őrszeme a kezdetek óta nála van, még nincs kihelyezve, és amilyen agresszívan játszik, az a minimum lenne, hogy valamilyen szinten levédi magát, mert Vi most mondhatni, hogy nemes egyszerűséggel mehetne a felső ösvényre rajtaütni, mert talán egy villanás meg ki lehetne húzni Ryo-ból. Igen, de agresszivitásra egyébként nem tűnik egyáltalán kifizetődőnek, ugye Gnarnak teljesen nem csak hogy tartja a lépést jelen pillanaton Irelia, de még egy kicsit vezet is, tehát folyamatosan a tornya alá szoruló Hydratek oldja meg jobban egyelőre a felső ösvényt, és Ryo-nak egyelőre nincsen lehetősége komolyabban megtámadni sem Ireliát, akinek ugyan kristály flaskája már nem érhető el, de még mindig van élete. Jó, a kábítás közben Hydratektől Ryo-ra, ez viszont fáj, a tényleges sebzés jön, az acélugrás megint egy jó sebzés, Ryo-nak egészen a tornyáig kellett fut, és a teleport már pedig valószínűleg ki fog jönni arra, hogy visszaérjük az ösvényre! Mit csoda húk közben Alien-től jöhet rá nyugodtan Mirtnek a cseréje, hogy részt nem esetszősége kicsúszik neki villani, ezért nem kell ed a csere, először végre a Corki és Thresh párosa felé pillent. Igen, de továbbra se felejtsük el, hogy már láthatjuk is. Sonalnak még mindig van két mana itala, és már most dolgozza visszafele Gravesnek az élet erejét. Mana viszont, mana hiány azonban most már szépen lassan Corki is, tehát ez a lendület, amivel most Alien és Murtwood kombója cserélni tudott, de szépen lassan elfogyni látszik. Így van, ugye... Végzett már teljes életerőn. Ugye Thresh kifárasztással van, így úgymond sem a Second Cousin-nek a idéző képességénél levő gyógyítás sem, illetve a Solana-nak a folyamatos gyújtása sem tudja majd valamilyen szinten felezni. Érkezik Vi, a csúszás két ember közé érkezik, Sona még nem villan, most villan. Eddig a támogató játékos volt a célpont, Grace próbál válaszolni, kijött a kifárasztás, Sona nem fog meghalni. Gyújtás pedig már kijött, még Cork, bocsánat, Graves-től. Nem sokan múlott ugye, hogy a valamilyen szinten a galóca áldásával felszerelkezett Vi elvihesse magával Graves. Nincs első gyilkosság. Nincsen bizony, ami azt jelenti, hogy továbbra is a farm előny, ami ugye Graves, illetve Orianna oldalán minimálisan mutatkozik, ennek köszönhetően ugye 400 aranyjal körülbelül vezet most a Vroom pata, és a dzsungelesek miután hazatértek, ugye látjuk megint, hogy különböző tárgyakat vásároltak, Sejuaninak bőven elég CC-je van már ahhoz, karakteréből adódóan is ne kényszerüljön a sújtását még így agresszívan használni, és így takaríthatja gyorsabban a dzsungelt. És Gnarnál láthatjuk, hogy bizony már van egy elég jelentős páncélmennyiség. Igen, ezt hirdetett a kevésbé is tudja átütni még. A tényleges sebzésűre még lehetőség az van, ugye valami az innen Gnarnát popozkodnia. Megint jó a kábítás Hydraktől. Egész ügyesen használ az Irelia-t. Ha ez így fönnmarad, akkor ez majd a csapatküzdelemben nagyon sokat fog jelenteni, hogy ne az aktuális, ne arra az emberre csúsznak, akit kábítani akarnak egy másik célpontra, hogy a kevesebb életedével rendelkező Irelia az nem csak lassít akkor ugye az ebetűjével, hanem önmagában kábít is. Most fog átalakulni ugye a felső ösvényen Gnar, hát megint egy olyan időszaka lesz Ireliának, amikor bajban lehet. Szint előny lehetne most már előbb-utóbb Sonáéknál, akik ugye egy fokkal jobban állnak, tárgyak szempontjából is, Graves igazából a KN kard miatt, hogyha sikerülne Sonának ultizni, akkor talán előnyben lenne. Pete pedig továbbra is így égetés nélkül, hiába nyeri ezt a cserét, egyelőre gyilkosság közeli állapotba ő sem jut. Megint jó a kábítás, Irelia-től most jön a tényleges sebzés, plusz ugye az ulti, az acélugrás még csak polsaki Gnarra. Gnar az előbb jött még ki a Mega Gnar formájából, neki még bőven elég düh hiányzik ahhoz, hogy ismét átalakulhasson. Jó a csere megint Hydratektől, de a Gnar jelen pillanatban még farmügyileg vezet, ami nagyon fontos, a Hydratektnek még a teleportja egyszer sem jött ki, és nincs rá szükség, viszont Gnar még teleporta nem rendelkezik. Ha netalánta előbb-utóbb azt mondja a Dark Wizard, hogy igenis mehetik a sárkányra, akkor Hydratek fog tudni érkezni, viszont Ryo MVP viszont nem.
Dark Wizardra leszek egyébként nagyon kíváncsi, hogy ha ő érkezik a felső ösvényre, akkor Irelia-val kombózva, mekkora sebzést fognak tudni az ilyen páncélzottal rendelkező Gnárra bevinni. Érzésem szerint azért kettejük már meg kellene, hogy tudja oldani Rio MVP-t, aki most torony alá van szorulva, tehát Irelia egyelőre teljesen magabiztosan továbbra is a felső ösvényen. Teleport még legalább egy jó 20 másodperc, 25-re jön majd Rio MVP-t, és megint jön V, villan már Graves és a V Ultimate, csak most jön ki ott a Graves, halott, az első gyilkosság pedig vándorol Mirkwoodhoz, ebből viszont Sárkány Cole is nyugodtan jöhet, és Hydratech tud érkezni, ha netarántán kell, Gnar viszont nem. Megint jó a csere még Gasparontól Pete-re, jó a pajzs is, a dárlát ki is kerüli, ez egy tiszta sárkány lesz még így Pete-éknek. A Shaolin Monkey az első gyilkosság mellett az első sárkány buffjával, ami 6% fizikális és 6% varázssebzés fog jelenteni számukra. Van ott egy őrszem, Szecsuárni még jöhet, hogy a megvalósul és 6-os szintű ultia van. Próbálkozni próbálkozhat, ki is fog-e jönni? A sújtás sem volt túlságosan ugye elérhető, a piros oldalon sem. Szecsuárni ulti majdnem, hogy mi működött is volna a sárkány lopásra. Közben Rio MVP lesz bajban, kijön a csúszás megint, plusz az ulti, már villan Rio, Irelia mind teleport, mind pedig villanás előnnyel van. Ennek köszönhetően ugye most az első sárkánnyal így kiegészül a Shaolin Monkeys csapata. Látszik egyébként a tárgyakból is, például Oriannánál, akinél már ott van ugye egy Scepter is, aminek most már végre feleslegesen nagy pálca. A pálca részét azt mindig tudtam, de hogy feleslegesen nagy, most már ezt is elraktározom az agyamban. Szóval látszik, hogy Orianna berendezkedett arra, hogy egy csata alatt, ameddig az ellenfél bénítva van, ő annyi sebzést be tudjon vinni, ugye amennyit csak lehet, és ennek Közben Irelia nagyon agresszívan lép ki, jó a kifárasztás még Second Cousinra, a húzása nem vett először, és kijötte már közben ugye, ettől függetlenül kor kijön follow up az ultia mellé, ettől függetlenül Graves megvan, ez a második gyilkosság a Second Cousin, és második halál már Second Cousinnak, és majdnem a Sonát is még elviszi a Thresh Corki páros, de ez Thresh idéző képességének a cseréjével kezdődött, ezzel ő magára úgymond haragította a Sonát és Graves, az, hogy bevillett az agyukba, és így Corki kevesebb fókusz kapott, meg a Gnára viszont a Rio jobban tud cserélni Hydratech-kel szemben, de a farm még mindig egál. Farm, ahogy te is mondod, egál. A nagy kérdés az itt már tényleg csak az lesz, hogy mikor tud igazából olyan szituációt erőltetni a Vroom csapata, amiben kénytelen ugye belemenni, harcolni majd a Shaolin Monkeys egyelőre szépen elformolgatnak, és most jöhet Vee. És nincs ugye villanás a Gnárnak is, meg a Gnár még odébb lesz, Vee úgy is kijön, ez itt Rekt lesz. Bizony, és látszik már most, hogy ugye Vee az a karakter, aki rendelkezhet adott esetben akár mennyi páncélzattal egy játékos, meg fogja tudni ölni az ellenfelét, ha van elég ideje, hogy bevigyen megfelelő mennyiségű alaptámadást. Irelia-val kiegészülve pedig bőven rendelkeztek annyi bénítással, hogy erre elég, vagy elegendő időt lehessen nyerni. Így 3-0 az állás immáron a Shaolin Monkeys javára, és Irelia fogja bedönteni a játék első tornyát is, tovább növelve ezzel az arany előnyt, immáron több mint 2500-ra. Graves valami bőzéletes sebzés kapáratlan a Korkütől, aki most már ragyogásra is ki van egészülve, úgy azért, mert pukkan szépeket. Pukkan bizony, de kell is neki, hogy pukkanjon. Beza. Ugye hármasság hatalma neki az első célpontja, valószínűleg, hogy ki szeretne majd önmagának rakni, és ugye szövei közben egész jó helyen csücsül, és nem tud róla az Alien Corki párosa, majd most viszont túl. Szerencsére ulti ugye van, de Corki lenne a megfelelő célpont, akinek villanása nincsen, Alien-es sincsen, de ugye a támogató játékos célpontja, fókuszása sohasem a legjobb döntés, mert addig a lövés szétcibálhatja az érkező rajtjött is játékosait. Lefi pedig megtalál egy újabb őrszemet az alsó ösvényen. Sárkány ugye még jó ideig nem várható most. Viszont egyelőre kérdés, hogy hol fogja tudni a felső ösvényt leszámítva érvényesíteni ezt a sárkány előnyét majd. A Shaolin Monkeys látjuk, hogy Pete-nek a kék buffnak és a Morellonikonnak köszönhetően nagyon könnyedén van gyorsan lehetősége ugye a képességeit darálni, és ezzel Oriannának az ösvénye mindig a fejére fog tudni nőni. Orianna továbbra is arra rendezkedik egyelőre, hogy a csatákban lehessen felülkerekedni. Az összepucolás pedig megy.
Alien nem szereti még ilyen meglepetés, hogy Szecsuánitól nem lett volna az rossz, de azonnal Mihály is látta Korki, hogy jön! És gyönyörű szép Szecsuán érkezése, megint csak késő jön a teleport. Ezzel próbál ugye hirdetek valamilyen szinten fordulni majd. Jó a csúszás, Minionra, és meg tovább! Kazin igazából a célpont, jön hátul még Vi is, Korki, meghal Graves, és szemét még nem sikerül előni, hogy Korki ultia valószínűleg még elég sem lett volna, bár az nem biztos. Egyáltalán nem biztos, de a lényeg, hogy nagyon szépen láthattuk most az első, úgymond prototípusát annak a kombónak, amivel rendelkezik a Vroom csapata. Ettől függetlenül ugye látjuk, hogy jól reagált a Shaolin Monkey, szépen érkeztek, és hiába volt ott a kezdeti sebzés, Alien volt a célpont. Nem ő az az ideális ellenfél, akit fel kéne tudni robbantani a CC és a sebzés rengeteggel. Ennek köszönhetően igazából a piros csapat egy gyönyörű reakcióval még ebből a helyzetből egy tornyot is el tud hozni, így 2-0-ra módosul a toronyállás, és 3500-ra nő az arany elő. Körülbelül 1 perc 15 másodperc, hogy a Sharken ezt mind a két csapatnak van ugye arra rálátása, ami azért nem egy elfelejtendő dolog, ugye jelen pillanatban a Vroom csapata ugye egyrészt sebzéstől van elesve, ugye azzal a tényel kell úgymond együtt élniük, hogy az első sárkány nem az ő markukba esett és jött, miközben az érdekes, hogy Pete is Casper-ral, néha látjuk, hogy Pete milyen jobbokat cserél, főleg a tárgyválasztásának köszönhetően, de itt annyira nyugodt és békes popozkodás van, amíg Alien meg nem jön meg a V-ulti, hát miért jönne meg közben, Szecsári szépen lép fel, az Orianna volt, a bűn rossz volt sajnos, és így nem sikerült a torony alatt megfogni egyik játékos sem, nincs gyilkosság torony alatt a Vroom csapatának. Van viszont torony a harmadik kéznak, és ráadásul fél perc múlva újra elérhető a sárkány, amire nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak Irelia, de már Korki is elkészítette a hármasság hatalmát, ami azt jelenti, hogy az ő sebzésük az most sokszorosa lesz annak, amit képvisel jelen pillanatban a Vroom kompozíciója, és nagyon meglepődnék, hogyha így oda mernének lépni a sárkány mellé. Hát 5 másodperc, Orianna ult ugye kiment, a Szecsuan ulti még elérhető, de most sújtással még nem rendelkezik ugye a Dark Wizard, de előbb-utóbb neki valószínűleg a sárkán végre lehet, hogy lesz egy Szecsuani ulti próbálkozás, megint jöhet igazából, mert nincs rá sújtás még, megvárják a sújtást, vagy mi a terv? 300 életről még a Graves ult is bedurran picikét későn, és így elhozza a második sárkányát, és ez az a 15% plusz sebzés a tornakra szerezve a Shaolin Monkey csapata. Kérdés, hogy hol lehet igazából tovább haladni, mert hogy van egy előre tolt őrsze meg Gnárnak, amire adott esetben föl is tud teleportálni, hogyha gyorsan akarna tornyot dönteni, és ezzel egy kisebb fajta aranyhoz jutni a Vroom csapata, de nem igazán mehetnek át most nagyon a felező ponton sehol sem, mert hogy őrsze melyik ugye megfelelő pozícióban talán csak ugye az alsó ösvény környékén vannak, de még ott sem meggyőző helyzetben, vagy nem igazán tudták előre tolva elhelyezni ezt. Ezért ugye mind a három külső toronya már végzett ugye a Shaolin Monkey csapata, ugye a Vroom map controlt kezd majd veszíteni az ellenfél csapatához mértan. Ugyanis Orianna látjuk jól, hogy már nem mer oda kimenni, ameddig vegan 15 percen keresztül farmoltak Pete-tel, nem véletlenül. Ugyanis a torony nélkül az az Irelia, az a V, na az tipikus, az a karakterek többkelege, nyugodtan végigkeretek szinte bárkit a pályán. Végig is fog tudni, ugye nagyon nehéz menekülni egy Nidalee elől, akármennyire is próbálkozik, és érkezhetne most Dark Wizardtól egy ulti, de egyedül Sona volt olyan távolságban, hogy rá kezdeményezni lehessen, és ugye Sonának elérhető még mindig a crescendója, ennek köszönhetően pedig lehetett volna vakarni a V mögött érkező Shaolin Monkeys játékosokat. Hiszen Ryan-nak már egyszerűen muszáj ellépnie, ahogy mondtad is, kiemelted, az a hármasság hatalma mind Korki, mind pedig Irelian az igazán nagy sebzés növekedés fogja majd tanúsítani, és az már fáj. Annak a Gnának az már fáj, randulj, no, menj ide vagy oda, az igazán lekapcsolható, tényleges sebzés Irelian ugyanúgy fog fájni majd Ryan MVP-nek. Jó a kábítás, viszont ugye kevesebb életre volt jelen pillanatban ugye Gnárnak, mint Irelianek, így a kábítás nem sikerült, csak lassításban terjed ki. Kérdés az igazából, hogy hogyan tovább, mert ugye itt láthatjuk az alsó ösvényen
ha összevetjük a farmállást, akkor minden egyes ösvény fejfej mellett áll, vagy fejfej mellett halad, viszont ugye 2 darab sárkánnyal és 3 toronnyal már bejjebb a Shaolin Monkeys, tehát hiába nem tudtak külön az ösvényeken megfelelő előnyt kialakítani, mint csapat, még addig a pontig, amíg tényleg nem érik be ez a területi kompozíciója a Vroomnak, addig tudnak érvényesülni, és az a rántás nem talál, de ettől függetlenül megvan a piros buff, és ráadásul Korki kaphatta ezt meg. Dára szépen talán Oriannára előbb-utóbb, ugye most már ugye Morello után nyugodtan építhet ugye Pete majd sebzést arra Nidalira, és ugye az a feleslegesen nagy rózsaszín nyalóka már rajta van, hogy előbb-utóbb akár a Rabadon halál süvege, vagy pedig ugye az Zónya homokkorán nyugodtan jöhet már az ő kacsójába, és azzal ő elkezdheti a hidegháborút, ráadásul úgy, hogy emellett, hogy ő hidegháborút játszik, 2 társa, sőt 3 társa, a Lesse Egyetemben be tud menni nyugodtan a küzdelem kellős közepére. Majdnem, bizony. Igazából a kérdés Oriannának, hogy meddig fogja tudni feltartani manából a minionokat. Most megint jó a kábítás, de hát meg a Gnár formában Ryu ugye továbbra sem támadható. És régen láthattunk ilyen szituációt egyébként, hogy egy Nidalival játszó kompozíció eljut addig, hogy igenis torony alá tudja szorítani az ellenfelét, de Pete-nek itt fog megmutatkozni az igazi ereje, mert hogy ez még mindig egy középső ösvényen játszó Nidali, tehát sokkal több varázs erőre volt lehetősége neki szert tennie, mint adott esetben ez a dzsungelből ugye elérhető lett volna, és így azok a dárdák, amik repülni fognak keresztbe a térképen, vagy be torony alá, azok minden egyes alkalommal jelentős mennyiségű életerőt fognak tépni. Nekem pedig nagyjából 3 percre el kell rohannom, azonnal jövök. Nyugodtan viszlát, Arvil, szia, majd gyere! 1 perc, 40 másodperc lesz majd sárkány. Arra nagyon jól látjuk, jó, hogy egyrészt a középső ösvény totálisan végig tolt, hogy a Shaolin Monkey csapata torony alatt voltak már a minionok, most az alsó ösvény, eddig Graves és Korki az egyes szituációban szinte Korki sértetlenül cserélt Gravesre bődületes mennyiségű sebzéseket, így konkrétan a Broom csapata nem fog tudni kimozdulni a sárkány odujába, Max az odúja mögé, és ennek köszönhetően mértan hajóat dártak ezen Pete, de a saját társai szedték ugye azt a bizonyos Krugot. Vagyok is. Miközben Szecső... Szia! Miközben Szecsőnek kell valahogy megvédni ezt a torna, de ezt nem fogja tudni hirdetekkel, ugye aki a hármasság hatalmával, és valószínűleg majd még a letaszított király kardjára és mernék esküdni, hogy ki fogja majd rakni, vagy pedig ugye, hát Vicend, azt hogy is hívják? Még egyszer? A Vicendnek az mi is a magyar megfelelője? Oh. Ugye? Olyan régen láttuk is, valószínűleg nem is lesz, de azért Pierce belopta a közösbe. Bocs, cipő! Támadás és sebesség, egy cipő jön, wow! Na hát ilyet is ritkán látni. Dühöngő csizme, csuka jön ugye Hidratekre. Valószínűleg ő tudja a miértjét, de én úgy gondolom, hogy elengedhetetlen az a bizonyos kábítás idejének rövidítése, mert ugye a másik cipőből kapna Irelia, de ámen, ez az ő döntése, valószínűleg ő tudja, hogy miért teszi. Biztos vagyok benne, hogy helyén van Iréliának gondolat módja, ugye másodperceken belül elérhető a játék 3. sárkánya, és megint a Shaolin Monkeys az, akik hamarabb érnek oda, nekik volt megfelelő időzítőjük ugye megint, és próbálnak oldalról érkezni most a Vroomosok, ha van menetési lehetőség, akkor az most jött el. Gnár pedig még csak úton van a sárkány, pedig mindig civálja közben a Shaolin Monkey, fél életerő, nem, áttérne a középső ösvényre, próbálnak pusholni a sárkány választás helyett, Szecsuárni Orianna ulti kombó, viszont Oriannának leszakadt az agya. Konkrétan neki a húzásban és több sebzésben nem állhat bele. A más nem Gravesnek kell levédeni az érkező dárdákat, de ő is egy bitagna sebzés kapna belőle. Igen, ezeket a dárdákat nem szabad egyáltalán megennie. Ez egyértelműen látszik a Vroom csapatának. Ugye képes felhelyezni Orianna és Sona is pajzsot, de még úgy érzem, hogy ennek a kombináció is vajmi kevés, hogyha Graves vagy Oriannát sikerül eltalálni a Pete-nek. Megint lehetne menni a középső ösvényen előre. Igen, ezek azok a dárdák, amiket nem szabad megenni. Igen, ezek azért tépnek, ettől függetlenül, hogy Irelia elkezdett a felső ösvény felé haladni. Neki teleportja van és közben szorálnak, ez fáj villan Pete közben jó a húzás szövére. Benne a fáj közben, benne van hátul Dark Wizard, 4
Brumm játékos között, és kijön a Graves ulti, meghal, még ugye Dark Wizard jön, hirdetek hátulról porcivózni. A következő szép, hogy nem más, mint a lövésze ténylegesen, és pedig bitangul fáj. 3-1-esre, hátul még a Threshook azt talál, rád lehet üllözni mellé a dárda, ott hirdetek be fogja fejezni Gasparon, vagy pedig Pit viszi el teljesen mindegy 3-as gyilkosság Irelia-hoz, Gnar pedig éppen megmenekül, bár ugye hátul Corkiról kellett leszedni, ugye flashtek azt a mega Gnart, de megvan 8-2. Ennek a meccsnek pedig így igazából én úgy gondolom, hogy az a része, ahol fordulni tudna a Vroom csapata, az el fog haladni. Ugye elestek már 3 sárkánytól, egy újabb torony is lesz majd a Shaolin Monkeys javára írható. 5-1-es így már a toronyállás, és kevesebb mint 25 perc alatt sikerült kialakítani egy 7000 aranyból álló előny. Azt sem először láthatjuk, hogy az ellenfél dzsungeléből viheti el a buffokat, ugye a Shaolin Monkeysnak a lövésze Murkut megint gazdagodik egy piros buffal, ráadásul nagyon jó helyre kerültek a gyilkosságok. Nidalee sebzése az így is úgy is jelentős. Komolyabb mágikus ellenállása egyetlen játékosnak sincsen még az ellenfél oldaláról, tehát hogyha ő gazdagodott volna mondjuk az előző csatákban a 4 gyilkossággal, akkor elképzelhető, hogy mondjuk Sonának nem 60, hanem 80% életerejét vakarná le egy dárda, de ennél sokkal jelentősebb lesz az, hogy az az Irelia és Corki kombó az bizony bárkit fel fog tudni robbantani, akit akár Veeam fog meg, akár eltalál egy Nidalee dárda. Közben a szobába húztam Quality-t, hogy hát ha azzal jobb a hangminőség, nem tudom, nekem jól hallatszódó, de elvileg ez visszakézben nem annyira tiszta, viszont hangerőt még húztam rajta, pluszban viszont Corki akar cserélni Kazinnal. Egy piros buffal rendelkező Corki, kék kritika és támadással ugye már second Kazin totálisan le semmi éred erőzi. Graves ulti ugye volt. Ha a Graves ulti kimegy, plusz még egy támadás, alaptámadás a csúszásra köszönhetően viszonylag gyors sebességgel, akkor ugye még talán Corki meg is hallhatott volna, viszont Corki az előbb ugye villan Gravesre. Így konkrétan még azért két ember kicsikét megcibál, de függetlenül is meghalt, mint a másik lövész jön Vee! Oh, a Sona ulti még kiír, de közben Pete talál a dárdával, Garen, Gnar közben jól falhoz lökéssel kezdi el, hogy Alien, és Dark Wizard valamilyen szinten megölését, de úgy láthatjuk közben, hogy Sejuani és Orianna a közelben sincsen, tehát Gnar 3 ember ellen abszolút a follow-up nélkül próbált valamilyen megoldást kitalálni. Az is teljesen egyértelműen látszik, hogy Nidalee-nak ugye nem feltétlen kell teljesen varázserő orientált tárgyakat tenni. Az igen, ez pedig a Hydratel, Gasparon viszont jót villan jó irányba. Az égetés még éppenséggel kijön, de nem elég. Pont eljön Hydratel, igaz leheletnyi életerővel, de legalább kijön. Az a leheletnyi az bőven több, mint elég. Ugye még az égetését is elhasználta Orianna. Ajaj, ugye személyének kéne vagy nyitnia, vagy mennie, mert az előbb-utóbb fájni fog, Second Cousin pedig már itt van. A lámpás jó thrash-től, csak igazából nincs kinek ledobni, mert mindenkivel visszafordult már a Shaolin Monkeys. Nem is igazából van ráutalva arra, hogy a Shaolin Monkeys, hogy ennél beljebb menjenek, ugye megvan egy újabb magabiztos torony, az előnyük szépen lassan 10 000-et is súrolni fogja. Az sárkány, ami ugye szám szerint már a negyedik lesz másfél perc múlva élet, de igazából akár sárkányra, akár nasorra lépnek el, ha valahogy ki lehet húzni most már a bázisáról, vagy az utolsó inhibitor tornyok alól a Vroom csapatát, akkor ott nekik, ha egyszer szembe kell nézniük azzal, hogy Thresh beránt valakit, vagy a Vee ultizni tud, akkor honyat, ha hanyat homlok nekülni kell, egyszerűen nem, nincs más megoldás. Így van, ugye a globális aranyszerzés eddig csak a tornakból volt, ugye a sárkány már jó ideje nem ad ugye aranyat a megszerző csapat játékosainak számára, de ettől függetlenül kicsit ránézzük az aranymennyiség, látható az, hogy minden egyes ösvényen, felső, középső, tehát lövész, a mágus, illetve a bruiser, a játékos ugye, aki valamilyen szinten a tankosabb assassint játssza, pontosabb a gyilkost, akkor ugye látható, hogy mindenütt 2500 arany különbözet van, ez valamilyen köszönhet az 5 sárkány különbség, illetve a 12 gyilkosának ugye ezzel 9-el többet szereztek már, mint a Brumm játékosai a 29. percben. Felső ösvényen van ugye Savai, Ryu mellett, ő tér vissza a kezdőre, Hydratek pedig megint haladhatna előre, de Gnar mellett feltűnik egy újabb játékos, ugye Sona, Sephi személyében, és úgy dönt,
végül a Shaolin Monkeys, hogy a játék negyedik sárkányát is elhozzák, látható az őrszemekből is, a bázisról már nagyon-nagyon nehéz dolga van kimozdulnia a Vroomnak, és hogyha itt most sikerül csapdát állítani, és Szabály pedig meghal, vagy Orianna, akkor itt a meccsnek és jó a húk, Orianna pedig így meg fog halni, a sárkányra még nem lép ki, de Shaolin Monkey nem is biztos, hogy muszáj, hogy hirdetek a felső, és ilyen megy. Neki teleportja, nyugodt szívvel van, Gnárnak így mindenképpen oda kell magának, átkerül a csúszia, mert nem hagyhatja szabadul. Főleg a pusztában a sebessége rendelkező hirdetetnek az, hogy ő végig be tudja backdoorozni az egész meccset konkrétan. Addig a negyedik sárkánya pedig ellép a Shaolin Monkeys, maradék négy játékosa meg is van. Ezzel ugye megszerezik a plusz sebzés, ugye az összes létező szörre. És a következő sárkány már a duplázás jelenti, ami nagyon-nagyon sokat fog jelenteni, ugye a Shaolin Monkeysnek arra már ki kéne lépnie valamilyen szinten a Broom csapatának. Randuin egy, Randuin kettő, összevé pedig jön, illetve a Szecsult is akár Irelia-t megfogni, nem durrantana mennyi mindent Irelia-t, és nem is, meg is érhető, hogy miért, és már őrszem mellett suhan el, mint a lövész, mint pedig a mágus, ugye a Shaolin Monkeytól, mint follow-up Irelia bajtásoknak. Látszik, hogy hiába alakulnak most már a tárgyaik, ugye Oriannának és Gravesnek is, nagyon-nagyon le vannak maradva a saját ösvény ellenfelüktől, ugye egy-egy teljes tárgy az, ami lemaradás formájában már jelentkezik, tehát hiába lenne megfelelő sebzés mondjuk Oriannától, Szedzsuáni egy fagyott szívet kellett. Az igen, Vi neki... pedig agresszívan jön be, csúszik és szóna gyönyörű szívet villan, a támogató játékosa jött ki egy Vi-ult éppenséggel nem, de Vi-nek a villanása, és ezt még talán előnyi lehet kovácsolni, Pete is agresszív, Pete-nek sincs még igazából szóna előny, és szóna mit vétett konkrétan? Nem tudom, de elég keményen markának ugrottak. Az igen. Ez jól látszik. Igen. Tehát én elhiszem, hogy lesz belőle, mert nagyon szép skin, és elég mellesleg ott van Szona, és ezt így is felva, de áll a jó kezem szövére. Viszont Kazin itt van mellette, plusz még ugye Szona, és akinek már elegendő varázs sebzés is van, és ezzel is viszonylag kicsikével gyorsabban tud majd gyógyítani a játékosain. Ugye a bűbáj tovább pengét továbbfejlesztésének köszönhetően. Igen, azzal ugye lenne egy plusz lassítás, de hát el kell jutni addig, hogy támadásban lendülhessen a Vroom csapata, és nagyon jól kéne időzíteni Gnárnak is az átalakulásait, mert Rio így pont abban a pillanatban fog mindig Gnárrá vissza alakulni, hogy Vi érkezik a kezdőről megint a többiekhez. Így van, közben ugye kicsikét még, hogyha a jungle-esek játékkal kitírünk, ugye láttam, hogy 13 gyilkosságból ugye Vi legalább a felénél, ugye ott, most majdnem a felénél ott volt, míg ugye ezzel szemben Szecsuáni a 3-hoz kell viszonyítani, elvileg többnél ott volt, de jóval lassabban halad Szecsuáni a jungle-em, és jóval kevésbé tud úgy mindent bedobni egy rajtaütésnél, így Vi-nek sikeresebb rajtaütései voltak az ösvény fázisban, ahol ugye emlékszik rá, hogy mint a felső ösvényen, függetlenül attól, hogy Gnár többször visszaküldte ugye hirdeteg játékstílusra ugye a tornya alá, mégis a középső és felső és ugye majdnem, hogy sokáig egymással csak pofoszkodott a két játékos, és ugye jött azt majd elönteni a jungle-es játéka. A Dark Wizardnak sok minden van igazából a számára, aminek köszönhet ugye Pete is az, hogy meg tudott jobban indulni, de a farmokra ránézünk, pontosan ezért akarom kiemelni, a farmokra picit ránézünk, nincsen bitan nagy különbség, sőt, alig van különbség a játékosok között. És ugye a helyezkedés, a mapkontroll kihasználása és ugye a jungle-es játékstílusával köszönhet ugye ennyi plusz gyilkosságot ugye jelen pillanatban a Shaolin Monkey. A probléma az, hogyha elhúzódna a meccs, akkor 100%-ig biztos vagyok benne, hogy tudna mindenképpen előbb-utóbb már csatákat nyerni a Vroom csapata, de megint jön a fő probléma, hogy már négy sárkánya van a Shaolin Monkeysnek, és ki kell mozdulni a bázisra, egyszerűen elfogyott az idő, van még nagyjából 3 perce farmolásznia a Vroomosoknak, és utána valahogy reagálni kell. Ugye, yeah. Orianna még nem rendelkezik az olyan homokúrájával, viszont ezzel szemben Nidalee ugye a Rabadon halálsüvegével, tehát ő inkább varázsütő és áldozott be azért, hogy jobban tudja majd saját magát is védeni, esetlegesen rosszabbul helyezkedett csapatküzdelemben, viszont Oriannának ugye ez a sebzés előny, ami most van Nidaleeval szemben, ezt be lehet durrantani egy jó Szecsuáni ultira, amire szintén ugye, ahogy mondtad is, ha minél inkább később eljönjük a játékban, utolsó lelet is mondjuk elkészül szintén Second Casinon, akkor ugye itt egy bitang jól felépített sebzés dózert lehet majd valahogy rávinni arra az egyszem Korkira és Nidalee-ra, amivel már a sebzésnek a nagy részét sikerül kiírtani a Shaolin Monkeystól.
fő probléma pedig megint az, hogy a bázisról bizony már láthatjuk, hogy 2 percen belül ki fog újabb alkalommal kényszerülni a Vroom, és biztonságosan ezt megint nem fogják tudni meglépni, ugyanis őrszemeik nagyon maximum az első kanyarig vannak kihelyezve a dzsungelben, tehát a sárkányra egyáltalán nem látnak rá, most azonban láthattak több játékost is, ugye Shaolin Monkeys oldalról visszatérni a kezdőre, Nashorral azonban nem próbálkoznak meg, ugye a Graves talán a legfőbb sebzés forrás, ő pont az alsó ösvényen tartózkodott, és ráadásul ugye Nidalee még ott volt a közelben, aki 1-2 dárdával Nashorral kombózva elég kemény mennyiségű sebzést be tudott volna vinni. Így van, közben bevásárolt szépen ugye jelen pillanatban a Shaolin Monkeys. Ötödi sárkányuk pedig 1 perc múlva érkezik, és igazából az nemhogy sorsdöntő lesz, de az fájni fog konkrétan, és ugye azzal már nagyon-nagyon lesz nehéz bírnia a Broomnak, de a kicsikét belegondolunk, és ne talántán Pete-nek a dárdai nem annyira sülnek el túlságosan jól, és Korki sem hirtelen elfelejtene célozni tudni, akkor azért nehéz lesz majd csak a sárkányal valamilyen szinten ugye a tornyot szugerálni, így a Baladnasonal is valószínűleg lesz még kilépési lehetősége, kicsikét több hidegháború rendelkező karakterük miatt, ugye a Shaolin Monkeysnak, és ugye azzal már akár torony alá is be lehet lépni, de Sona, Sechu és Orianna ulti, ez mind teljes mértékben fel tudja bolygatni az egész, ugye torony alá menésnek a elméleti tervét és stratégiáját, szóval azért annyira nem lehet azért belépni a Shaolin Monkeysnak, csak úgy, fejetlenül. Ah, az egy szép finomás, az kellett. Kellett is bizony. Ugye megint ott tartunk igazából, hogy el lehet húzni addig az időt, amíg éled a következő sárkány, csatát kialakítani egyelőre nincsen lehetősége, de most még így, hogy van egy őrangyal is, ugye Gnáron, most látszik, hogy meg kell próbálnia minden. Hát igen, Graves ult is kijön közben, Pete 2 dárdával temeti el, majd az alaptámadással ugye fejezi Sonát, meghal Sessuan, nincs frontlénye már a Brumnak, ennek a mestrekét valószínűleg vége van. Inhibitorbe biztosan lehet hozni, totálisan leászolják, emberveszteség nélkül. A Broom csapatát, a Shaolin Monkey csapata, még egy húzás, még egy dobás belefér, de több mint 20 másodperc jön, mire bárki érkezhetne még ugye valamilyen szinten védeni ugye ezt a bizonyos tornyot, és föl is adja ezt jelen esetben a Broom csapata. És ezzel a rendülettel szerintem akkor el fogunk libenni egy pár perc pihenőre, nem éltek messzire, mert ugye a felkiált Brekit parancsal lehet látni, hogy milyen meccsek fognak még érkezni a mai nap folyamán, és mi a következő célállomásunk, az hamarosan kiderül, szerintem egy 10 percen belül valószínűleg érkezünk a következő meccsel. GG, VP, addig is kaptad egy kis zenét, nem sokra jövünk vissza!